Üdvözöllek benneteket a DBS összeadítás 16. küldőgyűlésén. Ami én azt gondolom, hogy azok után, hogy közel egy évvel ezelőtt úgy gondoltátok, ti küldöttek, hogy ahhoz út, ami folyt a BDSS-ben, annak új irányokat kell venni, és ezeket személyi döntésekben is kinyilvánítottátok. Azután ez az a következő első küldőgyűlés, amikor már ezekről a egyeztetett közös dolgokról tudunk beszélni. És ez a küldőgyűlés az a küldőgyűlés, amikor az eldöntött irányoknak azokat a pontjait lehet rendbetenni, ami a küldőgyűlés feladata. Hiszen tavaly július után a megválasztott tisztviselők már ezeket a feladatokat hajtották végre, de valamint csak a küldőgyűlés dönthet, és a küldőgyűlés feladatalkozása kell, hogy megtörténjen, hogy ezeket a lépéseket is meg tudjuk tenni. Miket mondtunk tavaly júliusban, hogy mit szeretnénk? Szeretnénk megváltoztatni a VDSS életét, szeretnénk új lehetőséget nyitni a tagok felé. Itt most a küldőgyűlésen lehetőség lesz erre, hiszen láttátok, hogy az alapszabályban, az alapszabály módosításban azt kívánjuk rendezni, hogy kinyíljon a lehetőség minden több küldöttnek a küldőgyűlésen való részvételre, hiszen ugye a javaslat szerint az 50 főnél nagyobb tagvédszámú alapszeretek már alanyjogon is lehetnek küldöttek a következő küldőgyűlésen. Ami egy gesztus jellegű lépés, én azt hiszem, hogy minden ilyen döntést azért az anyagi vonzatokkal együtt kell figyelni. Tartsuk be a kis lépések politikáját, a mostani küldőgyűlésen az első olyan lépés, amelyben ezt a nyitást megkezdjük. A küldőgyűlés dönthet arról, hogy hosszú évek után a VDSZ szolidaritás bevezessen egy segélyezési rendszer. Ennek az első lépését már megtettük, ami nem küldőgyűlési feladat volt, hiszen minden tagra kötöttünk biztosítást. Ez a biztosítás március 1-től mindenkire él, minden tagra, de vannak olyan elemek, amelyek a küldőgyűlési átcsoportosítással hozható létre. Azt vállaltuk, hogy az eredeti szervezeteket erősítjük, és nem a központot, ezért látjátok, hogy a központi szervezet létszámbővítése nem szerepel a alapszabályban. Úgy gondolom, hogy betartottuk azt az ígéretünket, hogy ahol igény volt rá és lehetőség, a területi szervezetek megerősítése megkezdődött, és folytatódni fog. Teljesen átrendezzük a költségmegosztást. Ha a sztrájk segélyt és a területi szervezeteknek járó költségtérítést is úgy kezeljük, hogy ez a tagok érdekében történik, hiszen a tagok tudnak sztrájksegélyt fölvenni, a tagok érdekeit képviselik a területi szervezetek, és a 10%-os segélyezési keret is megszületik, akkor minden túlzás nélkül kimondhatjuk azt, hogy a tagdíj megosztás olyan formában alakul ki, hogy 30% tagdíjat kezel a központ, és 70% a tagok érdekében kerül felhasználásra. Én azt érzékeltem egy évvel ezelőtt és egy fél évvel ezelőtt, hogy ez a gondolat járt át akkor a küldőgyűlésen a küldötteket, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni, ezeket az elmozdulásokat meg is tettük. Természetesen mindenkit kérek arra, akár a későbbi segélyezés és egyéb döntések meghozatalánál, hogy apránként lépjünk előre. És mindig, ami biztos, amit anyagilag meg tudunk teremteni, azokat a lehetőségeket teremtsük meg, mert visszalépni sokkal lesz rosszabb valamiből, ha eljutunk valahova, és abból vissza kell lépni. Ezt a megfontolt és fokozatos előlépést fogjuk követni, és minden küldőgyűlésen biztos, hogy lesz olyan, ami az előzőhöz képest valamivel több, amennyivel természetesen az anyagi lehetőségeink ezt megengedik. Az anyagi lehetőségeinket pedig teljesen biztosan kezeljük, hiszen, mint tudjátok, helyreállítottuk a alapszabály szerinti sztrájksegélyt, ami a költségvetésből kiolvasható, hogy mennyi volt december 31-én. Ez teljesen a
törvényeknek megfelelően önállóan, megnevezett önállóan lekötött számlán elkülönítve tartja a védőszerszállítás a sztrájk segélyét, a gazdálkodása pedig a költségvetésnek megfelelően biztos lábokon áll. Én azt kérem minden küldöttől, hogy amit ti döntöttetek egy évvel ezelőtt és tavaly júliusban, annak megfelelően azt az utat kövessük, és az itt előterjesztett és az itt a programban lévő javaslatokat úgy kezeljétek, és hogyha ez sikeres ez a küldőgyűlésen, akkor ezt a munkát tudjuk tovább folytatni.